Jó napot, kedves nézőközönség! Ismét itt vagyunk, Magna Hungáriában. Az előző részekben Kurszámból immáron nem egyszerű vezér, hanem fejedelem lett. Ő ennek a baskíriai, hogy magyarosítsuk, törzsszövetségnek a fejedelme, a játék azt hercegnek írja, de hát ez a törzsi rendszerekben nem feltétlenül így neveztetik. Minden esetre most már uralkodó, és kiterjesztette valamennyire a birtokai határát is. Amit ezzel a hatalommal még kezünkben van csinálni fogunk, az az, hogy Dúlót, ami háború miatt, amit a Mordvinok ellen visel, ugye eléggé meggyengült a hadserege, és éppen ezért ki fogjuk fosztani. Fővárosukkal kezdjük, majd kifosztjuk utána az egyes törzsek szálláshelyeit is. De előbb rendet teszünk a saját házunk táján, megoldjuk a kisebb-nagyobb gondokat. Szóval van itt egyfelől egy nagyon lassú Stuartunk, csak 6-os a Stuart skill-je. Nem vazallus semmi, semmi jelentőség, hogyha leváltjuk, kinevezünk helyette egy jobb Stuartot egyszerűen. Például ezt a Kamosit, aki a bajnokunk, és hát a harcban, amit értünk tett, a nemes szolgálatban már elvesztette, mint láthatjátok az arcát, és kinevezzük őt, mert ő egyszerűen jobb Stuart lesz. Aztán, amit még meg fogunk tenni, nézzünk egy feleséget végre. Körülnéztem a játék előtt, és mindenféle szempontból ez a Cicek nevű ujgur nőszemély a legjobb. Leginkább azért, mert van ez a Hél nevű örökletes trétje. Ez tényleg egy nagyon-nagyon jó trét. Ennek köszönhetően az örökösök, vagyis hát az utódok erősek lesznek fizikálisan, egészségügyileg. Ez egy nagyon jó trét, és emellett nagyon jó a Stuart skill-je is, ami azt jelenti, hogy fog nekünk segíteni a birtokok kormányzásában is sokat, és ugye a birtok limit is valószínűleg emelkedni fog. Ellenben azzal, hogy őt megkérjük, 200 presztist veszteni fogunk, a lévén, hogy ő egyszerű származású, nem nemes. Szerencsére elég sok presztízsünk van, és fogunk is még szeretni, szóval ezt tudjuk vállalni. Nem lesz nagy házasság, csak egy pici. Erre nem szórik azért a pénzt. Ezentől, amit rendben akarok tenni az udvarban, az, hogy van néhány kisebb udvari pozíció, amit ki akarok tölteni. Legyen egy udvari kiképző. Kutesket kinevezzük, mert nagyon jó kiképző lenne minden. Szóval nagyon jó ez az amplitude, nevű, szóval hozzáállása nagyon jó. Bölcs, és nagyon jól tud oktatni. Nagyon-nagyon jól tud oktatni. Másrészt nem túl magasak a skill-jei, de az nagyon jól átadja azt a kevés tudását, ami van. Kinevezzük, ez egy kis pénzbe kerülni fog. Havi 0,15-be, ezt ki kell bírnunk. Ezen túl kinevezzünk, kell mondjuk egy karavánmestert. Karavánmesternek nincsenek túl jó jelöltjeink, de ugye ezt is megérné kinevezni, mert valamennyire gyorsítan a hadseregünk vonulásán, illetve a supply limitük is jobb lenne, valamint a kis vándorlásaiban is segíteni tudna a karakterünknek. Ja, őt kinevezzük, úgy döntöttem. Ja. Többi tisztséget egyelőre nem fogjuk kifeltölteni. Ezen túl az udvarban valakinek az udvaroncok. Szóval, Kutesnek nézzünk egy feleséget, mert ő nagyon jó, nagyon-nagyon sok mindenben, és tényleg nem ártana, hogyha szaporodna. Na. Megszállott feleséget nézzünk neki. Nézzünk neki valami jót. Mondjuk ezt a Mordvin nőszemélyt. Ja, jó lesz ez neki. Omurtagnak van felesége, nekik van egy gyerekük, akit oktatni fogunk. Nem mi személyesen, hanem a Noidling,
Hol vagy, Noidli? Igen. Ádárn, és át fogja érinteni a kultúránkra, szóval magyar identitású lesz, illetve rendes rénszarvas hívő finnugor. Jó, rendben. A Murtagnak van felesége, Anzi is kap egyet. Jó lesz ez neked. Igen, mindenki házasodik, nem csak az uralkodó. Özlemi a mi ágyasunk, őt megtartjuk, nem adjuk senkinek. Batba Jan, te is kapsz valakit, örülj a hajadnak, meg a... Majdnem azt mondtam, hogy a farkadnak, de szó, ami szó, igen. Na. Ő 40 éves, másik 0 éves, te 24 éves vagy, szóval ezt a 31 éves nőszemélyt kapod meg, akkor is, hogyha ő éppen megszállott, tartok tőle. Aztán Noidwinknak van felesége, te is kapsz valakit. Itt van ez a akármilyen nőszemély, és te is kapsz valakit. Bazi nagy Magna Hungáriai lagzi. Ja, most, hogy ez is megtörtént, a hizelgést abba hagyjuk szerintem az Ádárnak, mert már jobban vagyunk eléggé. Merénylet kísérletről is leteszünk, mert eddig csak idegeskedtünk miatta, ami nem jó, ugyanakkor az esélyünk nagyon-nagyon kicsi. Ilyen kis eséllyel nem fogunk mesterkedni, mert hülyeség. Akkor lenne jó, hogy kapnánk plusz szőnyegeket, meg ilyesmiket, mint a játék korábbi verzióiban, de itt nem kapunk belőle semmit. Tényleg semmi haszna sajnos. Ezt a nőszemélyt viszont megpróbálhatnánk lemerényelni helyette. 28% itt az esély. Igazából semmi haszna nem lenne viszont. Permi embernek ki az örököse. Dúló. Öljük meg az öreg dúlói királyt, ne öljük meg. Talán inkább a gyerekét. Nem, ott nagyon kicsi az esély megint. De. És ha itt ez a gyerek meghal. Igen, erre van esélyünk. Hát, elég szemetek vagyunk. Eddig is tudtuk mondjuk, hogy szemetek, hogy na, besenyők, besenyők. Na és itt egy gyerekre szállna a besenyő birtok is. Itt se ér sokat a birtokuk igazából. Ja, ez már dúlóhoz tartozik. Akkor gyengítsünk a besenyőkön a magyar besenyő örök barátság jegyében. Próbáljuk meg megölni ezt a szemét. Ugyanúgy 13%, hát nem hiszem el. Akkor ezt a szemét. 36%, na csináljuk. Jó, így a jalmati hadsereg legalább még gyengébb lesz talán. Na mindegy, csak hogy legyen valami hasznos tervünk. Közben a tanácsból valakivel barátkozzunk. Barátkozzunk mondjuk össze a kémmesterünkkel, mert a kémmester viszonylag nagy veszélyt jelenthet ránk, hogyha ellenünk van valami terv. Jó. Aztán
felállítjuk a hadseregünket. Ja, bővítjük az ostrom szerkezeteink számát. Egyel legalább, és minden seregünket felemeljük, mint fosztogatókat. Magunk vezetjük. És átvágunk egyenesen a dulójak fővárosába. Hát lehet jobb lenne a saját földünkön menni, amíg nem muszáj átmenni máshová, mert ugye lemorzsolódás. Fölöslegesen nem morzsolódjunk. Itt emelkedjön fel a hadseregünk. Ez így nem az igazi, nem adja. Jó, akkor ezt töröljük, ezt a gyülekezési pontot, és ezt helyezzük át a másikra. Igen, kezdem úgy érezni, hogy régen játszottam ezzel a játékkal. Ja, leszereljük ismét a hadseregünket. A katonáink már kezdenek minket hülyének nézni, de se baj. Most jó helyen emelkedtünk fel. Ismét kinevezzük magunkat parancsnoknak, és indulás! És élből ide megyünk a bolgár fővárosba. Vagyis hát a dulói fővárosba, de a duló az lényegében bolgár állam. No, közben beütnek majd az események. Oké, mindenki örül annak, hogy nagyszerű házassági ajánlatokat tettünk. Egy picit nagyobb... Ja, jól van, most nagyobb, elég nagy a hadseregünk. Ja, igen, be van osztva mindegyiknek az állomás helye, jól van. Ja, itt idő, amíg feltöltődnek ezek az ostrom egységek kellő létszámukra. Unstationed. Állítsunk be. Nem lehet beállítani nekik a állomás helyet. Jaj. És akkor ott most 400 bláncsásból 400 nem áll. Na jó, ismét leszereljük őket, beállítunk nekik állomás helyet, ha tudjuk, és tudjuk, és ott, hol lett, itt vagy ott, itt jó helyen lesznek, igen. És akkor most már tényleg felállítjuk a sereget, mi vezetjük továbbra is, és induljunk neki dúló feldúlásának. Na jó. Csináljuk inkább. Na, Cicek elfogadta a házassági ajánlatunkat. Nagyszerű. Jó, mindenki más is elfogadja. Ciceknek csináljunk valamit a fizimiskájával, mert ez az ujgur viselet nagyon, nagyon vicces. Át tudnánk térni Cicek hitére, de cuki, de inkább nem. Azt bezzeg nem tudjuk még követelni, hogy áttérjen. Talán majd később. Tudunk neki címet adni? Az meglepő. Majd később elcsábítjuk, hogyha már jóban vagyunk a kémmesterünkkel. No. Akkor igazítsunk a fűzőmiskáján. Jó, jöhet a fodrász, meg a szabó. Jó, először is ne legyen
fejviselete, vagy valami kis koronája legyen maximum. Jó, jó lesz neki ez a gyöngyös korona, és akkor ruhája pedig legyen valami csini. Karoling, az nem, nem igazán vagyunk karolinguk. Lehet neki ilyen rongyok is, tök cuki. A sztyeppelyek annyira nem jók, nem adják. India? Nem. Köszönjük. Jó, kapjon ő is valami éjszakit. Nekünk jó, neki is jó. És a haja pedig... Haja pedig legyen ez a zsandárkos. Nagyszerű. Hajszínen nem változtattunk, mert ott nem Dwarfrend. Így sokkal jobb lesz. Sokkal jobb százszor. Na, menjünk fosztogatni most már tényleg. Na, induljunk meg. Április van, úgyhogy jó időt fogunk ki. 24 aranát tudunk helyben kifosztani, plusz elhithetünk foglyokat. És ő hadsereg egy picit talán erősödött, de még mindig fölényben leszünk. Az államkincstárjuk 7 aranyonban, szóval abból zsoldos nem vesznek fel. Szerintem nincs túl sok esélyük. Már 2029 ember azért kezd kiegyenlítődni, de meglátjuk. Mindenesetre bolgárvárossal kezdünk, utána megjönnek a kisebb települések. Ja, zajlik az ostrom. Jól tűrik az ostromot, ennek csak örülök. És, ó, de ügyesek vagyunk. Ó. Ah, végre Cicek már terhes is, tök jó. Nagyszerű. Jól van. Tud ez a Cicek. És mindjárt megleszünk az ostrommal. Siker, elfogtunk valakit, kapunk-e érte váltságdíjat. 20-at kaphatnánk, de nem kapunk. Gondolom az lett valami köze, hogy a dulói királynak nincs semmi pénze. Talán majd később. De amúgy már van pénze, 95 arany. Mi a legközelebbi székhely? Délen van 3, északon is 3. Menjünk északra. Jó, folytassuk erre az utunkat akkor. Mik a székhelyek? Ide. Jó. Hadseregünknél 218 arany is elfér, az tök jó. Abban most 24 van, szóval még rengetegnek van hely. Jaj, nem érdekelnek a tanácsok. Még 19, 18, 17, 16, 15 nap az ostromból, igen, tök jó. Közben valakik építettek valami templomépületet, és na lássuk. Oké, menjenek el rabszolgák ufába, vagy pedig vigyünk 30 pénzt és 75 prestist. Vagy pedig kegyelmezzünk nekik és vigyünk 100 pietit. Amondom, hogy ne kegyelmezzünk, vigyük a rabszolgák a tufába. Kis település fejlesztés. Jó, lehet a pénz jobban megírni, de... Na. Milyen törzsfő lennék, ha nem vinnék haza rabszolgákat. Mi a következő törzsi központ? Itt van. Valakit elfogtunk legalább? Na, nem fogtunk el senki újat. Jó, még nem állt helyre a hadseregük.
Nagyon helyes, közben azért figyelünk mindenre. Ki fogta el a feleségét? Én fogtam el a feleségét. Mikor? Hogyan? Még ennek csak örülök. És miért nem kaptam értesítést? 83-at tud fizetni a 100-ból. Az jó. Elfogadjuk. Lesz 83 aranyunk, neki pedig lesz 0 aranya. Jó üzlet. A fosztogatásban a tuszhelytés jobban megéri tulajdonképpen maga a fosztogatás. Elfogadta. Már is elég sok pénzünk van otthon. Jó. Ha van otthon ennyi pénzünk, abból fektessünk már be valamibe. Ufában tudunk-e építeni valamit? Építsünk egy kis falat, ne tudjanak olyan könnyen kifosztani minket. 3 év alatt meg is van. És Janakulban. Ja, ez volt Janakul, jól van. Akkor és Ufában. Na, hogy kerültem ide? Tudom, hogy ott vagyok. Annyira még nem tévedtünk el. És Ufában pedig építsünk ott is egy paliszádot. Nagyszerű. 3 év és kész van. Plusz katonák, plusz védelem a fosztogatók ellen. Mert így át a fosztogatót is fosztogatja valaki. Ez mindig így működik. Most mutas játék, hogy hol vagyok. Itt vagyunk szépen. Hát november van, elég éjszakon vagyunk. De mindegy, a lelkesedés füt minket. És siker? Jó. Hol a következő központ? Itt van. Megnézzük, hogy ejtettünk-e megint foglyot. Nem ejtettünk. Ejthetnénk több foglyot. A foglyokban van a nagy pénz. Ez itt a dúlói hadsereg. Ott vannak a kis bulgárok. És éppen a mordvinokkal harcolnak. Elég kiegyenlített a csata, de talán úgy néz ki, hogy a mordvinok fognak győzni. És ha a mordvinok győznek, akkor rugunk még egyet a mordvinokba, a tulójakba. Csak előbb fosztjuk ki ezt a települést, elvégre azért jöttünk. És siker! Csak foglyot nem ejtettünk, de a kosszánk tovább hizott. Itt van, az elég sokat kell sétálni. Nem baj. És közben elindult így menekülésben a dúlói hadsereg is. Egy irányba menekülünk, úgy nézem, ez vicces lesz. Vagyis hát ők menekülnek, mi pedig nyomulunk előre fosztogatni. És született egy lányunk, ő az új örökösünk. Mi legyen a neve? Erika, vagy Ilona, vagy Konstancia, Borbála? Emese, legyen Emese. Jó, hogyha szerencsénk van, akkor szétverjük élbe a bolgár hadsereget. Na jó, nem fogjuk üldözni, mert annyit nem ér a dolog. Ne felejtsük el, hogy fosztogatni jöttünk. Nyugodtan meneküljenek, aki elől csak akarnak. És lebukott a kis gyilkossági tervünk. Nem annyira érdekel? Annyira nem érdekel, míg az esélyek, nézzük, 5% az siralmasan gyenge, akkor hagyjuk.
Hadd éljen. Keressünk más célpontot. Keressük, mondjuk ez a fia. Ő még veszélyes lehetne akár. Csak kicsik az esélyeink. Akkor annak a fia? Nem. Nem. Akkor a felesége? Hogy ne szülessen több gyerekük. Ott is nagyon kicsik az esélyek. Akkor... Permi király. Permi király örököse. Egyik permi disznót se olyan könnyű megölni. Úgy nézem. Igen, a fő disznót se, meg a másik mellék disznót se. Kunokat hagyjuk, ők a barátaink. Vagulember. Próbáljuk meg a vagulembert. Nagyszerű. Na, de folytassuk dúló dúlását. Szerencsére a Mordvin győzelem, hogy úgy mondjam, kezünkre játszott, továbbra is gyengék a dúlóiak így. Jó, itt fosztogatunk szépen. Elfogtunk valakit. Elfogtunk egy Paxen nevű nőszemélyt, tudunk érte váltságdíjat kérni. Jól van, jelent a váltságdíj. És akkor még hol van itt törzsi központ? Itt van egy, és itt van egy. Hát foglyokat ejthetünk, de lúd sajnos nincs. Csuvasiában? Ott sincs lúd. Jalmatban sincs lúd, Belobeiben sincs lúd. Atkara? Atkarában sincsen. Sehol sincs lúd, minden pénztelen. Ki tudjuk még egyszer fosztani a bolgár fővárost? Próbáljuk meg. Aztán, ha nem, akkor hazamegyünk. Ezt már egy hónapja gyaloglunk. Meg tudjuk-e ölni? Hát fel tudunk bérelni valakit, hogy feltérképezze az útvonalat, ahol rajta üthetünk, hogy magunk megpróbálhatjuk, ilyen szokásos választás lehetőségek. Próbáljuk meg magunk, csak ugye megint kockáztatjuk, hogy stresszesek legyünk, de nem lettünk azok, ezúttal sikerült. Közben már másfél hónapja menetelünk. Ez a baj ezekkel a nagy térségekkel, itt egy rakás idő elmegy a menetelésre, tényleg egy rakás. Na, tudunk fosztogatni? Nem tudunk fosztogatni ott, jó? Akkor legyen Suvar városa, 10 aranyat onnan elveszünk, azzal így megkoronázzuk a bevételünket. És megért minket Cicek. Nagyon örülünk neki, hogy megértő az asszony. Kezdünk egyre jobban lenni, nagyszerű. Haladjunk közben a fosztogatással, erre ez a nyár már el fog menni, már el is ment a nyár. Ja, és most mielőbb térjünk haza.
115 arany, 116 arany van nálunk, az nem olyan rossz, nem is annyira jó. Ahhoz képest, hogy milyen térségben vagyunk, amúgy elég sok pénz. És egy újabb tanács, ami nem érdekel minket. No. Jaj, nézzük meg a tűzszünetek, még állnak. Belobeljel még 11 hónapig áll. Az nem is olyan sok. Jalmattal még 3 évig, az több. Uraltauval nincs békénk. Szereztünk némi pénzt. Nem költjük el már, hogyha zsoldosokra lenne esetleg szükségünk, akkor jól jön az. Ezt a nőszemét nem tudjuk megölni. Háborúban kéne legyőznünk szerintem. Csináljunk valami activity-t, a mondó vagyok. Konkrétan menjünk el zarándokolni. Plain Pilgrim. Vallásos zarándoklatba kezdjünk. Permbe megyünk közvisz. És elméletileg nincs nagyon veszélyes útszakasz. Tajga miatt van egy kis veszély. Itt is tajga miatt van egy kis veszély. Itt is a tajga miatt van egy kis veszély. Akkor alapvetően egy erdei vezetőre lesz szükségünk, hogy a tajga miatti negatív penaltyt leküzdjük. Ja, akkor béreljünk fel egy erdei vezetőt. Nagyszerű. Ja, 49-be kerül, szóval nem 150-be, kicsit megtévesztő volt. És a célunk pedig legyen az, hogy vallásos buzgóságból megyünk, ugye jótékonyságnak nincs értelme, hasonlóan nincs értelme annak, hogy azért menjünk, hogy jobb kedvünk legyen, hanem menjünk azért, hogy több vallásos áhítatunk legyen, vagyis pietünk. Decemberben indulunk, ez talán nem a legjobb ötlet. Látjuk, ahogy megy a karakter, ugye az új DLC-nek köszönhetően. Átmentünk Belobeljen minden komolyabb gond nélkül. Nagyszerű. Majdnem ott is vagyunk, ott egy hadsereg. Első uráli hadsereg. Itt is vagyunk. Elzarándakoltunk, megkaptuk a Pilgrim Trait-et. Még mindig ott vagyunk. Omurteggel javult a kapcsolatunk. Na szóval itt Perm piacon találkoztunk ezzel az érdekes emberrel, ezzel a Nalkarral. Körül túl sok mindent nem tudunk meg a karakterleírásból. Aki azt mondta, hogy elvisz Permtől nem messze minket egy érdekes, egy szent helyre, amit egy zarándoknak is kéne kihagyni. Ádárna jobbunkon ugye a Noidling, erre viszont a fejét csóválja. Egy figyelmeztetés tőle? Menjünk el oda? Vagy ne menjünk, ne hagyjuk ki a lehetőséget, amondó vagyok. Van rá esélyünk, hogy ebből mivel tebbek legyünk, illetve hogy illetve hogy még erősebb legyen a Pilgrim Traitünk, ugyanakkor veszthetünk is rajta pénz plusz stresszt. Tehát tényleg elvisz minket egy jó helyre, vagy pedig átver minket és veszélyes helyzetbe kerülünk. Vagy hagyjuk ki. Próbáljuk meg, egyszer élünk. És ez a veszélyesebb helyzetnek tűnik. Na szóval ez a jó öreg Nalka csapdába csalt minket, az utolsó dolog, amit hallottunk tőle, az, hogy füttyentett egyet, majd pedig eltűnt. Aztán megjelent ez az ember, ez a
odegít, hogy kiraboljon minket lényegében. 16-osok proofsa, viszont itt van mellettünk Kartin, aki párbajozni küldhetünk ellene, vagy pedig megpróbálhatjuk ötvözni a tanultakat, illetve az, szóval az intelligenciánkat használni, illetve az intrikai képességeinket, és így meggyőzni, hogy ez egy szent hely, és hát nem istenfélőke ők, és 80% eséllyel megakadályozhatom azt, hogy kiraboljanak. 19% eséllyel viszont ellopnak 15 aranyunkat, és kicsit stresszesek is leszünk. Ja, megoldódott. Ja, és kaptunk belőle jó perket, és nézzük, mi történt még. Felbéreljük-e ezt az embert, aki kicsit bohószruhában van látszólagosan, de valójában nagyon jó diplomata. 15 aranyért, kicsit felbőszítve a permieket, vagy pedig mi legyünk idegesek azért, mert nem béreltük fel. Béreljük fel, of course, felbéreljük. Jól van. Mi nem idegeskedünk, idegeskedjenek a permiek. Felbéreltünk? Igen, felbéreltünk, jó. Jó. És végre végeztünk ezzel a kis zarándoklattal. Egész jó kis kaland volt, nekem bejött. Oké, és most már, hogy találjunk neki egy házastársat. Ja, csak a saját családunk nőtagjait adhatjuk? Az nem annyira jó. Jól van, akkor majd talál magának, vagy nem tudom. Jó, és most, hogy visszatértünk hatalmunk teljébe, és még nem tértünk vissza, mindjárt visszatérünk viszont. És közben a hadseregünk is valamennyit regenerálódott, 2500 fő van, azaz lényeges túlerővel vagyunk most már Uralt-val szemben. Nézzük, mi történt megint. Na szóval a karavánunk vezetője ez a Batuli virágot szed. Lényegében ebbe a szárába beleszeretett. És nem a virág szárába, hanem ebbe a 39 éves nőbe. És vele is szeretne maradni. És mit tegyünk? Tehát befogadhatjuk ezt a... Nem, ez éppen az ellenkező. Batuli ez esetben csatlakozik a másik udvarhoz. Az nekünk azt hiszem, hogy nem lenne jó. Ja, mi emberünk, nem engedjük. Vagy pedig szarát vegyük magunkkal. Vagy pedig elcsábíthatjuk mi szarát. Lévén, hogy szenvedélyesek vagyunk. Jó, visszük magunkkal szarát. Így a kecske is jól lakik, a káposzta is megmarad. Szara is velünk jön, jó lesz az. Na. Kaptunk 150 presztist is, nagyszerű. És akkor házasítsuk is őket össze, már szeretik egymást. Patalú, neked már van feleséged. Enybeny. Na mindegy, ha már itt van ez a szara, hozzáadjuk valaki máshoz. Na, házasodjatok össze, jó lesz ez így. Sok boldogságot. Legalább ők is majd gyarapítják az udvarban a lélekszámot. Aztán jöjjön még egy hódító háború, mielőtt vége a résznek. Konkrétan szét kéne vernünk Uralta út. Úgy érzem, helyesnek.
1700 katonáik van, nekünk pedig 2500, plusz szükség esetén ott van a Kun szövetség is. Na, csapjunk le. Jó, hadat üzenünk. Hódító jogán követeljük. Melyik a legfejlettebb tartományotok? Hát lovak vannak Artiban, mondjuk lehet nem ártana. Duvonban is lovak vannak. És Parizsban is lovakat tartanak. Ezeknek lómániájuk van kicsit. Így az Urálban ez azért kicsit furcsa. Mert ők nem az Urál mellett élnek, hanem konkrétan az Urál hegyei között. Na, mindegy, akkor valamelyiket elfoglaljuk. Mondjuk elfoglaljuk ezt az Uiskát. De az a baj, hogy nem jutunk át a határaikon, szóval továbbra is itt lesz ez a Karabas köztünk és a következő meghódítandó állam között, Vagúlia irányába. Na mindegy. Na jó, legyen ez az Uiska, kezdjük ezzel. Ja, hadseregünknek ezt a gyülekezési pontját átmozgatjuk ide, és felemeljük az összes csapatunkat, személyesen vezetjük a csapatainkat. És megpróbáljuk leverni a hadseregeket alapból. Elfoglaljuk a központjukat, tudom, nem az a hely, amit kitűztem célul. Nem, előbb megverjük a seregüket. Mert nem akarjuk, hogy itt megszállogassanak mindenféle dolgokat. Oké, meg fogunk velük ütközni, úgy látom. A bajnokunk Amortag megsebesített egy Shakhan nevű fickót. A Komesi megsérült viszont, megint. És elfogtunk valakit, akiért tudunk kérni váltságdíjat remélhetőleg. Nem kapunk érte 10 aranyat. Pedig ez a férjed, nem? Nem. Na mindegy. Tényleg az előző háborúban, vagy előbb fosztogatásban fogjul el itt a fickóért, kapunk már aranyat? Nem kapunk. Na mindegy. Az a lényeg, hogy győztünk, és ha már itt vagyunk, akkor foglaljuk el Jamulakot. Ezért jár a győzelmi pont úgyis. Vagy ezt az utas Uiskát foglaljuk el, amíg ők világkörüli úton vannak. Ma egyelőre nem osromolják semminket, úgyhogy nem kell aggódni. Megindulnak Ufa ellen, ugye, ahogy arra számítani lehetett. Oké, a vallásosságunknak köszönhetően vesztettünk egy kis stresszt. Mindjárt kiosromoljuk ezt a kis városkát, Uiskát, és mindjárt megindulunk Ufa felmentésére. Szerencsére ők még sehol nem tartanak az ostrommal. Na, mindjárt bevettük, és meg is indulunk. Ja, Ufa ostroma megszakított időben Koriczen megsebesítette ezt a jacirket, a bajnokunk megcsonkította ezt a jaciket. Elnézést, rosszul mondom a nevét, minden uralta új nézőntől elnézést kérek, és most pedig elfoglaljuk a fővárosokat. Valakiért fizettek? Nem fizettek, jól van.
Jó, itt valami kis csata van, remélem, hogy minket nem érint. Francokat nem érint, na mindegy. A murtag megsérült megint. Megint lelepleződött a kis tervünk, akkor hagyjuk el ezt is. Na jó, kezd, ez már kicsit bosszantó lenni, lehet, hogy nem fog most merénylőrzsit játszani, mert nem alakulnak jól a dolgok. Szerintem jó, hogy ezek a fosztogatók lényegében mellettünk kapcsolódtak be a csatába. A murtag hogy vagy? Jól. Jól van a murtag. A murtag acélba. Tényleg a murtagot végül kineveztem valamivé? És a murtagot kineveztem-e valamivé? Hol nézem meg? Túl azon, hogy ő a marsal persze. Ha itt a bajnok. Bajnokoknál igen, a murtag fontos álláspontban van valami jó utódja. A murtag ugye 40, ez a kormeski. Vagy ez a kariton, ők ketten tudnák követni. Mondjuk a kariton kicsit idősebb, az ellene szól mindenképpen. És kormesi, ő fiatalabb, azért mégiscsak. Prúfsza, vagyis a párbajozó képesség mindegyiknek 10-es. Kariton talán icipicit jobb ugyan. De... Oké, ti vagytok az első eskütevők, és... És most ugye ez a kariton ilyen rohadt jó diplomáciából. Akkor... Itt azért egy új kancellárt nézzek. Ja, Kariton, te vagy az új kancellárunk. És... És a külkapcsolatokra koncentrálj továbbra is. Mindjárt kiostromlom a fővárosukat is, és ezzel szerintem megnyerem a háborút. Három csatában megvertem őket, a fővárosukat is elfoglaltam. Van-e valami értékes foglyunk? Nincsen, senki nem volt a fővárosukban. Nagyszerű. Induljunk el hazafelé. Ott lépjünk be az országba, az a legrövidebb, így. És kössünk békét. Ja, nagyszerű. És itt van egy ilyen kis fosztogató horda, ezt még csapjuk már le, hogyha már van egy álló hadseregünk. Hát nem értünk oda időben sajnos. Ja, eltűntek, hála az égnek. Le tudok szerelni? Szereljek le. Ja. Tényleg a régensemet ki tudom jelölni? Szenesvál. Udvari költő is lehet. Van erre alkalmas? Ja, nincs alkalmas jelöltem. Hóhérom is lehet. De... Régenset pont nem látom. Vadászmesternek esetleg van valami jó?
Ez a Kaliton, ez egy jó vadászmester lenne. Jó, te vagy a vadászmesterünk, és érezd magad ki megtisztelve. Na, kinek tudunk hadat üzenni? Birtokokból nem vagyunk. Az özlemnek van valami értelme? Minek tartunk téged? Nem kéne esetleg gyereket szülned, vagy valami? Vagy el kell külön csábítani téged? Ne szórakozzunk már. Hogy már 37 kezd kicsit túl idős lenni igazából. Kémnőnkkel még barátkozunk, akkor picit és utána udvarra elmondhatjuk, hogy nagyjából rendben van. 105 aranyunk van. Lehetne kicsit többünk is, hogy igazából. Reméljük, hogy majd ezekért valamikor kapunk valamit. A börtönben rohad már mióta. Menj át házi őrizetbe. Ne hallj meg feleslegesen. Valami az értetek amúgy, mert akkor esetleg 24-es hadvezérte, jó ég, és egy 24-es hadvezértén ilyen semmi pénzekért nem engedek szabadon. Csak annyit kérek, hogy térj át és csatlakozz az udvarhoz. Négyes hadvezérte, jó ég, az tök jó. A másik tud valamit? Hát, ha is tök jó valami, nem, ő nem jó semmiben. Na jól van akkor, itt, ha nem kapsz, nem kapunk érted váltságdíjat, akkor ott maradsz. Jó. Örökítsük a hadvezérséget? Örökítsük. A nevű is hért a hadvezetéshez, meg lesz a közös téma a vacsoránál. Ja, de amondó vagyok, hogy még gyorsan végignézem az udvart. Özlem el fog menni az udvarból, hogyha nincs miért maradni, ne viccelődjünk. Hát nem úgy működik, ő a rabnőm konkrétan. Kapsz egy feleséget. Megkapod ezt a Markva nevű örökletesen szép nőt. Marjorie Tyrell emlékeztet. Ha csak nem tudjuk elvinni ágyasnak. Nem. Nem akarsz jönni az udvarba? Nem tudjuk. Akkor megkapja. Nem ő. Ő. És Markva így már az udvarba jön mégis. Drogan, te is kapsz valakit. Látom, kicsit meleg vagy, de attól még nőt kapsz. Hihihi. Negyven éves vagy, olyan nagyon fiatal, felesleges adni. Megkapod ezt a kujkut. Na. Öt évig van még Uraltauval tűzszünetünk, Jalmattal 13 hónapig van, Belobeljel? Belobeljel nincsen.
Hihi, akkor Belobájt még elfoglaljuk. Na, így lesz teljes ez a rész, én érzem. Személyesen vezetjük. Gyorsan lecsapunk, és kiméletlenül. Se parancsolgatós lett. Mi lenne amúgy, hogyha Emesét, aki a lányunk és az örökösünk, momentán én magam nevelném. Ja. Saját magunk neveljük a lányunkat, bebe. Hogy halad az ostrom? 3 hónap, és meg vagyunk. Már csak 2 hónap. Hadseregüket már szétvertük, és mindjárt beolvasztjuk Belobájt is, és kiderül, hogy tudunk-e tartani 6 birtokot. Mi történt? Érdekes volt ez a hang. Elkaptunk valami foglyot, először kezdjük azzal. Hát 8-at tud fizetni a 25-ből, ennél több pénze nem is lesz, hogy igazából. Jó, kifizette, nagyszerű. Együtt a család. Igaz, mindjárt földönfutók lesznek. A kis nemi betegségükkel, a kis... Jól van. Juhi, és levontjuk a seregünket. És túl vagyunk, felül vagyunk a birtoklimiten. Tudnánk tornát tartani, tudom, győzelem, meg minden. És hogy tudunk ezen segíteni? Mármint a birtoklimiten, nézzük. Kedves Cicek fejedelem asszony, hiszen megkérjük arra, hogy segítsen birtokokat igazgatni. És ezzel nőtt a domain limitünk 1-jel, tehát 6 birtokot is el tudunk vezetni együtt. Nagyszerű. Azt hiszem, hogy ez egy elég jó vég. És a hadseregünk elég erős, 2500 fő. Kicsit erősebbek vagyunk, ahogy mint Dúló, akár Dúlónak is neki mehetnénk. Addig, amíg ez a viszonylagos gyengeségük tart, bár ez egy nagyobb bálon, szóval azzal elbirkózhatnánk egy ideig. Vagy független attól, hogy nem vagyunk határosak, neki mehetnénk Vagúliának, ha tudunk olyat. Igen, neki tudunk menni Vagúliának. És nyilván, hogyha Uraltóval lejár a békénk, akkor Uraltó maradékát is felszámolnánk Vagúlia felé. Nagyszerű. Na, ennyi voltam mára, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, a legközelebbi viszontlátásra!